Folytatjuk tehetséges karcagi diákok bemutatását. Mai adásunkban a Györffy István Katolikus Iskolába látogattunk el. Madarász Emesét ismerhetik meg. Az online versenyek nem lettek a kedvencei Madarász Emesének, a Györffy István Katolikus Általános Iskola diákjának. Szereti, ha mese vagy versmondás közben látja a zsűri tekintetét is. Így élőben sokkal jobb lett volna szerintem, hogy úgy látják, hogy milyen az, milyen. Igen. De jobban izgultál? Igen. Tehát te szereted a visszajelzést a közönségtől? Igen. És suliban mi a kedvenced? Hát magyar, rajz és még a biológia. Nagyon hangulatfüggő emesénél, hogy milyen könyvet olvas. Ha jó kedve van, akkor valami fantazi könyvet vesz kezébe. A kötelező olvastmányt a kőszívű ember fiait még nem olvasta végig, itt még van feladata. A napokban volt egy olvasóversenyen, amit online tartottak. Most voltam egy olvasóversenyen, felvettük, beküldtük, és ez is tetszett, mint a prózamondó, mesemondó versenyek. A magyar, rajz és a biológia kedvence. Itt is hangulatfüggő, mit rajzol. A magyar versenyekre Posztosné Gyarmati Éva tanárnővel gyakorolja a hangsúlyozást, olvasást. Az, hogy pontosan mondjam, mert néha át szoktam követeni az egészet. Hát annak nem örül a zsűri. Igen. De igazából, ha át is költöm, akkor ugyanúgy jön ki. Akkor arra vigyázzon, hogy ez ne derüljön ki. De mondjuk a hangsúlyokat, azt hányszor kell elolvasni, vagy meg kell magyarázni, vagy az értő olvasást azért megtanultad, és rögtön mennek ezek a dolgok? Hát át szoktuk általában gyakorolni, mert nem minden megy elsőre. Mi volt most a legnehezebb a mostani versenyben? Mely feladat, vagy milyen szöveg? Hát az idei, az olvastad már online volt, került részre, és amikor próbáltuk felvenni, nem minden sikerült valami fényesen, ezért nem indultam rajta. De téged most akkor zavart az online verseny? Igen. Versmondásnál pedig arra is figyelnie kell, hogy ne költse át a szöveget, mert erre is hajlamos.